A NATO fenntartja és megerősíti Ukrajnának nyújtott támogatását, az Egyesült Államok pedig drónokat is küld az országnak, egyebek mellett erről is szó volt csütörtökön az ukrajnai háború miatt zajló diplomáciai nagyüzemben. Mindeközben folytatódtak a harcok is, miközben az ukrán erők sorra foglalják vissza a déli országrészt, az oroszok keletre csoportosítják át csapataikat. Weapons. Fegyverek és fegyverek. Ezzel a három napi rendi ponttal érkezett a NATO tanácskozásra Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter. A diplomata úgy fogalmazott, biztosabban, hogyha országa időben megkapja a szükséges segítséget, akkor képes lesz feltartóztatni az orosz agressziót, hogy a háború ne terjedjen túl Ukrajna határain. I call on all allies. Arra kérek minden NATO szövetséges országot, hogy ne habozzon, tegye félre idegenkedését és biztosítsa a szükséges eszközöket Ukrajnának. Talán furcsán hangzik, de jelen helyzetben a fegyverek a békét szolgálják, mondta Dmytro Kuleba. A világnak fel kell készülnie egy elhúzódó háborúra, a NATO elsődleges célja pedig továbbra is az, hogy megakadályozza a harcok tovább terjedését, jelentette ki a szövetség főtitkára Jens Stoltenberg. Hozzátette, a tagállamok egyetértettek abban, hogy tovább erősítik az Ukrajnának nyújtandó katonai és egyéb támogatást, ugyanakkor nem árult el részleteket arról, milyen típusú fegyvereket küldenek a tagállamok Ukrajnának. Tárgyaltunk arról is, hogy segítséget nyújtunk Ukrajnának a kiberbiztonság erősítésében és a vegyi, illetve biológiai támadások elleni védekezésben is, közölte a tanácskozás után Jens Stoltenberg. A Kreml szóvivője közölte, hogy az Ukrajnába szállított fegyverek nem segítik elő az orosz-ukrán béketárgyalásokat. Az orosz külügyminiszter csütörtökön azzal vádolta Kijevet, hogy szándékosan akadályozza a béke megállapodást. Az ukrán kormány valódi szándéka az, hogy késleltesse, sőt, aláássa a tárgyalásokat. A kijevi rezsimet Washington és szövetségesei irányítják, akik arra biztatják Zelenszky elnököt, hogy folytassa a harcot, közölte Szergej Lavrov. Fegyvereket és az Oroszország elleni szankciók kiterjesztését kérte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is, aki a görög parlament előtt mondott beszédet videokapcsolaton keresztül. A politikus úgy fogalmazott, az orosz támadás nem csak Ukrajna, hanem egész Európa ellen irányul. Oroszország kezdettől fogva mindent megtesz azért, hogy energiaválságot idézzen elő Európában. A cél az, hogy a kontinens mindennapjait az energiahiány határozza meg, és ennek következtében számos országban elszabaduljon az infláció, mondta az ukrán elnök. Az észt kormány csütörtökön bejelentette, hogy még idén leállítja az orosz gázimportot, amely az ország energiafelhasználásának 8%-át teszi ki. Ennek érdekében Finnországgal közösen bérelnek egy a csepp folyósított földgáz behozatalát lehetővé tevő úszó terminált. Minden ehhez szükséges beruházást támogatunk annak érdekében, hogy a gázvásárlással ne finanszírozzuk az orosz hadigépezetet. Így április után már nem érkezik orosz földgáz Észtországba, jelentette ki Kaja Kallas kormányfő. Néhány nappal korábban Litvánia hozott ilyen döntést. Közben rohamosan növekszik a NATO csatlakozás támogatottsága a semleges Finnországban, amely több mint 1300 kilométeren határos Oroszországgal. Egy friss felmérés szerint a finnek 62%-a úgy véli, hogy az országnak be kellene lépnie a NATO-ba. Sajtóinformációk szerint a kérdés húsvét után kerülhet a Helsinki parlament elé. Az Ukrajna elleni agresszió miatt délután az ENSZ közgyűlése kizárta Oroszországot a Világszervezet Emberi Jogi Bizottságából. 93 tagállam támogatta, 24-en ellenezték a döntést.